mai műsorunk tartalmában. Kezdődik a foci idény, ellátogattunk a TAC csapatához. Elkezdte a felkészülést a TAC férfi kézilabda csapata. Nyertes pályázatok a sportban. Gardiska Péter emlékfutás volt vasárnap. Tata város önkormányzata fontosnak tartja civil közösségek szerepét a város életében. Ennek egyik, nagyon is kézzelfogható jele, hogy az egészségügyi, szociális, kulturális, sportterületen működő szervezetek támogatásra pályázhatnak. A múlt héten a Városháza dísztermében írhatták alá a nyertesek a támogatási szerződéseket. Nagyon sokan jelentkeztek az idei esztendőben is az önkormányzatunkhoz pályázati támogatásra. Sok éve a város képviselőtestülete minden évben döntést hoz a költségvetés elfogadásakor arról, hogy mennyi legyen az összeg és milyen jellegű pályázatokra adjunk támogatást. Az idei esztendőben is kulturális és oktatási alappályázataira 4 millió forintot szántunk, szociális egészségvédelmi és sport alappályázataira 5,5 millió forintot biztosítottunk, illetve szociális egészségvédelmi sport alapra biztosított összegből 1 millió forintot a szociális egészségvédelmi, 4,5 millió forintot pedig a sport alapra költöttünk el. Ez úgy néz ki az idei esztendőben, hogy a kulturális oktatási alapra 18 pályázat érkezett. Itt a pályázók 14 millió forintot kívánnak elkölteni, ebből 9,3 millió forintot már előteremtettek, és ehhez kértek 5,5 millió forintot, és ezt, 9,3 millióhoz 4,6 milliót kértek, ezt tudtuk biztosítani, 17 pályázat tudott így támogatást kapni a humán oldalról. A szociális és egészségvédelmi alapra oda 9 pályázat jött, és itt 3,3 millió forint összköltséghez 1,8-al már rendelkeztek, és 1,5 millió forintot kértek az önkormányzathoz. Itt 8 pályázatot támogattunk. A sportalapnál pedig 12 pályázó volt, és ott a 25 millió forintból, amelyhez 20 milliót ők már összetudtak rakni, 3,4 millió forint támogatást igényeltek. Itt fent maradt 1 millió forintunk, ez pedig a képviselőtestület döntésének köszönhetően a Humán Bizottság javaslata alapján az OMS Tata Vívó Sport Egyesület támogatására költöttük el, amelyik egyesület az elmúlt időszakban kiemelkedő eredményt ért el a sport területén. Ugye ott több válogatott kerettagú sportolónk is van, és ezért úgy gondoltuk, hogy őket külön is most így legalább tudjuk támogatni. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy 39 pályázat beérkezett, és a 39 pályázatból szinte mindenkit tudtunk támogatni. Ilyenkor az életbe maradáshoz kérnek, vagy különböző rendezvényekre? Elsősorban különböző rendezvényekre, tehát nagyon sok pályázat az konkrét programra kérte, és van olyan is, akik mondjuk az egész éves programjukat finanszírozzák meg ebből, mert van 3-4 programjuk, és arra azokat a kicsi pénzeket félreteszik, és ebből valósítják meg a programot. De van olyan is, aki valamilyen versenyre, kiállításra, vagy valamilyen olyan könyvkiadásra, vagy emléktábla állításra kért támogatást az önkormányzattól. A sport esetében pedig természetesen a sport rendezvény megvalósításához kértek a legtöbben. A sport alapra 12 pályázat érkezett, amelyben 3,5 millió forintra pályázhattak. Valamennyi pályázó részesült támogatásban 100 és 500 ezer forint között. Főleg sportrendezvények szervezésére, de táboroztatásra és versenyeztetésre volt igény. A támogatott szervezetek között volt a Tatai Köröksárkány, Sotakán Karate Klub is. Mondjuk azt, hogy ünnepélyes alkalomban most a Városházán, hiszen a támogatási szerződések aláírása folyik, amiben a Köröksárkány is nyert. Mire pályáztatok? Táboroztatásra pályáztunk, a gyerekek táboroztatására. Ez ugye nagy segítség nálunk a családoknak, hiszen természetesen lemegy a teljes költségvetéséből a tábornak. Már túl is vagytok a
táboron gyakorlatilag megelőlegeztétek ezt a pénzt, hogy sikerült, vagy hol volt? Nagyon jól sikerült a táborunk. Pirismanóton táboroztunk a Dunakanyarban. Idén először elmentünk Tatáról, szeretném jövőre visszahozni a tábort a Fényesfürdő területére. Bízunk benne, hogy össze is fog ez jönni. Nagyon jól sikerült a táborunk így Pirismanóton, és 95 fővel táboroztunk idén. Ez egy ilyen rekord a kölyöksárkány életében. Ez ilyenkor miről szól? Komoly edzésekről is, vagy csak az, hogy a gyerekek együtt legyenek? Hát ez most ugye a korosztály tekintetével az 5 évestől az ott a legkisebb gyerekünk, az 51 éves volt a legidősebb korú, így nehéz azért egy edzés munkát, de bontott edzésekkel dolgoztunk. Napi 3 edzésünk volt a tábor alatt, ebből beletámadta a reggeli tornát is, de ezek mellett az élmény volt, amit legfontosabbnak tartottunk, ezért is a neve karata és élménytábor volt idén. Gondolom most egy kis pihenő következik, mikor álltok bele az igazi munkába. Hát most egy hét pihenőt kaptak a gyerekek, és utána... Pihenjék ki a pihenés fáradalmait. Így van, hát azért elteltek vele, tehát mind együtt voltunk reggeltől estig, gyakorlatilag az étkezéseink minden együtt történt a táborban. Kicsit elfáradtak ők is, szerintem most azt a jövő hetet megkapják pihenőnek, és utána újra belevágunk a munkába. Mi lesz az ősz legnagyobb megmérettetése? Az övvizsgánk meg volt a táborban, úgyhogy ezt kipipáltuk, a gyerekeket megleptük vele, hogy ne kelljenek túlizgulni ezt a dolgot. Február magasságában szoktuk rendezni a kölyökserkenyők viadalát. Erre egy ilyen nagyobb felkészülést szeretnék, és akkor hosszabbat. Így bízunk benne, hogy eredményesebbek leszünk a versenyen. Hétről hétre sok futóverseny jön az országban. Minden szervező igyekszik bepótolni az elmaradt rendezvényeket. A futók kedvük szerint válogathatnak a nekik legjobban tetsző versenyek között. Augusztus elején is dömping volt az utcai futóversenyekből. Az elmúlt hétvégén azonban Tatán nem versenyhez készülődtek a futók, hanem egy emlékversennyel emlékeztek, nemrégiben elhunyt sportásukra. Vasárnap délelőtt nagy volt a forgalom az Öregtó partján a Sprintháznál. A futóklub Galbicska Péter emlékére rendezett találkozót. Lamacs János főszervezőt kérdeztük a rendezvényről. Az előbb itt mesélted valakinek, hogy 21 percet futottál, 21 néhány évesen, az hány éve volt? 50. 50 éve volt. Akkor még lehetett itt futni. Most senki nem képes rá, és nem azért nem képes rá, mert nem tud jól futni, hanem ilyen 3 perces iramban nem lehet embereket kerülgetni. Márpedig itt a tó körül vannak emberek. Most is, mikor befutottad, megnézted azért az órát, ez rutin vagy reflex? Hát, ahhoz képest 2 percet javultam, hogy itt egész éjjel, itt aludtunk a klubházba, és egész éjjel dolgoztunk, meg hát ez a nagy előkészület, mert méltóképpen akartuk a Petinek a emlékversenyét előkészíteni. Igen, nagyon sokan ismerték, de mégis néhány szót mondjuk róla, akik nem ismerték, vagy nem ismerhették. Hát én körülbelül 30 éve ismerem, de tudtam a előző életiből is, hogy a kézilabdába nagyon sokat letett itt Tatán, és utána a Sprint futóklubnál, tehát azt tudom mondani, egy nélkülözhetetlen ember. Legalábbis sokáig, sok időnek kell eltenni ahhoz, hogy megszokjuk, hogy nincs itt a Galbicska Peti. Bármikor, bármivel fordulhattunk hozzá, úgy fizikai, vagy akármilyen munkával, mindent megcsinált, és tulajdonképpen nem is volt beteg. Egyik napról másikra meghalt. Én csak azt sajnálom, hogy itt azért sokan Tatán, akik ismerték, a fukkosok közül is és mások is, hogy nem jöttek el, mert nem kellett itt futni, elég volt, lett volna az, hogy eljön, ide leül, ide jön közénk, és méltóképpen emlékezik Galbicska Petire. Azért ettől függetlenül sokan voltatok. Hát én pontos létszámot nem tudom, de 50 főre számítottam, ugyanis voltam mostanában olyan versenyeken, ahol 9-en, 10-en, 25-en, 30-an voltak. A mai nap is van legalább 45 verseny Magyarországon, de aki úgy érezte, hogy valamivel tartozik Galbicska Petinek, az eljött. Én szerintem 100-nál sokkal többen voltunk. De hát sikerült méltóképpen megcsinálni. Megköszönjük a támogatást Tataváros önkormányzatának, Mikli József polgármester úrnak, aki a kezdettől fogta a mellénk át, támogatott a sportmámor minket, Vadóc Laci is. Tehát itt összefogtunk azért, hogy meg tudjuk méltóképpen csinálni ezt a versenyt, és még hagyj említsem meg, hogy a Déri Károly emléklába avatást is ma fogjuk megtartani. Tulajdonképpen nem verseny volt, hiszen időt sem mértek a célban,
de azért szinte mindenki elindította az óráját az induláskor. Kicsik nagyok futottak egy tókört, hogy így is emlékezzenek Galbicska Péterre. Az egy kör után egy hölgy érkezett elsőként vissza. Nézted az órádat, számított, hogy milyen gyorsan futsz? Hát most igen, mert most voltak gyorsabbak fiúk, és húztak, úgyhogy most volt kivel meccselni igazából, úgyhogy igen. És mennyi lett az idő? 27-17. Hát az nagyon jó, akkor tényleg volt kivel futni. Igen, igen, most a fiúk húztak, igen. Van egy kis, nem tudom, ellenszél itt, hogy kijöttetek a erdőből? Van, van, most van. Nagyobb szél van, mint múltkor volt. Igen, igen. Ez egy kicsit nehezített. És hogy esett? Jól, azért jól. Mert meleg van, de azért hűt a szél, úgyhogy azért jól esett, igen. Azért az utóbbi hetekben nagyon sok verseny van, ahol találkozhatunk. Igen, hát már szerintem mindannyiunk nevében mondhatom futóknak, hogy ki voltunk éhezve a futóversenyekre, mert a pandémia miatt több mint fél éve nem voltak versenyek, és most mindenki megy és fut, hogy behozza a lemaradást és élményeket szerezzen. Ilyenkor az edzések is vannak külön erre készülve, vagy egyáltalán? Vannak edzések egész héten, és akkor ki mire készül, melyik versenyre, attól függően vannak olyan fajta edzések. Hány kilométer ilyenkor a heti adag? Hát most egy kicsit kevesebb, olyan 70-80, de egyébként 90-100 is szokott lenni egy héten. Kevesebb neked legyen mondva 70-80 kilométer? Igen, igen, nekem kevesebb, igen. Van, aki még kevesebbet csinált. Ez, mondom, ez személyfüggő, meg hogy milyen versenyre készül az illető, úgyhogy igen. Ugye most egy emlékfutás volt, ahol tulajdonképpen nem a helyezés, vagy az idő volt a lényeg. Mikor lesz olyan verseny, amikor tényleg futni kell? Hát például jövő héten is. Igazából most minden hétvégén megyünk versenyre, mert mondom, most nagyon versenyezni akarunk, mert hát ki tudja, hogy esetleg lesznek-e még lezárások, és akkor megint nem lehet versenyezni, úgyhogy most próbáljunk minél több versenyre eljutni, amire csak lehet. De így nagyobb verseny a Vizer lesz legközelebb, majd augusztus végén Pesten. Amikor mindenki beérkezett, gazdára találtak a díjak. Díjazták az első 20 női és férfi célbeérkezőt, de több külön díj is gazdára talált. Amikor a TAC férfi kézilabda csapata az évzáron a bronzérmeket vehette át, szinte minden játékos azt mondta, nagyon örül a harmadik helynek, de jó lesz egy nagyot pihenni. Nos, eltelt másfél hónap, és augusztus 2-án az együttes elkezdte a felkészülést a 2021-2022-es bajnokságra. A Günner Arénában találkozott a csapat, és az első edzés előtt Madar Gábor a TAC elnöke, Somogyvári Tamás szakosztályvezető beszélgetett a játékosokkal, edzőkkel. Megbeszéléssel elkezdődött az új évad a TAC NB1-be és kézilabda csapatánál. Mit mondtok ilyenkor a játékosoknak? Hát alapvetően általános dolgokat, elsősorban mindenkit üdvözlünk, bemutatunk mindenkit, az új játékosokat, a stábtagokat bemutatjuk, valamint megfogalmazzuk már azért az alapvető céljainkat. Gondolom azért a vezetők nyáron azért eldöntötték, hogy mi lenne jó ebben az évben is legalább megismételni a mostani helyezést, vagy még jobbat is, mire jutottatok? Igen, a tavalyi év az nagyon sikeres volt. Azt szokták mondani, ilyenkor ez az alap, de azért nem teljesen így van. Úgy érzem, tavaly összejött minden, nagyon szép eredményt értünk el. Idén egy kicsit más lesz a bajnokság, mivel egy év múlva egy csoportos NB1-B-s bajnokság lesz, ez azt jelenti, hogy idén szűkítették a csapatok létszámát mind keleten és nyugaton, tehát 10-10 csapat lesz, és lesz egy alapszakasz, és utána egy rájátszás. És az első 5 játszik a felsőházban rájátszást, és a 6-tól 10. helyezett pedig az alsóházban. Akkor ez egy nagyon kiélezett, véremenő bajnokság lesz. Hát igen, épp azt fogalmaztuk meg itt a csapatnak, tehát előre nagyon nehéz megjósolni, hogy mire lehet képes a csapat, viszont azt megfogalmaztuk, hogy az alapvető elvárás az, hogy az 1-5-be kerüljünk. Tehát az azt jelenteni, hogy ha felsőházba kerülünk, akkor biztosított a helyünk jövőre az NB1-B és egy csoportos bajnokságban. Amikor az évzáron beszélgettünk, akkor te is meg Jaksi is mondta, hogy az lenne a jó, hogyha a kezdésre meglennének az új játékosok. Tudom, hogy távozók is vannak, viszont láttam, hogy 4 új fiú van. Ők lesznek-e még, vagy befejeződött az átigazolás? Hát mi úgy tekintettük a mai nap, hogy befejeződött az átigazolás, viszont épp a mai nap délelőtt szembesültünk azzal, hogy az egyik játékosunk
Bordán Gábor az egyik jobb átlövőnk munkai elfoglaltság miatt sajnos nem tudja vállalni a bajnokságot, pedig próbáltuk úgy kialakítani a csapatunkat, úgy stabilizálni, hogy minden posztra két hasonló képességű játékos legyen. Ugye tavaly csak egy balkezesünk volt, most szerettük volna, hogy kettő legyen, de az élet így hozta. Úgyhogy mindig hoz az élet új kihívásokat. Egyébként meg vagyunk, én úgy érzem, többen is vagyunk, mint az előző évben. Hát futunk egy kört, meglátjuk, hogy tudjuk-e őt pótolni. Ja, nem csak a felnőttekről van itt szó, hanem az ifjúságiakról is, hiszen ők is első osztályban játszanak. Rájuk mi vár? Ők is most kezdték, láttam itt az edzés előtt őket befejezni az edzést. Igen, egy év tapasztalattal, majdnem egy év ugye tapasztalattal a hátuk mögött. Úgy gondolom, nagyon várták már ezt a szezont. Voltak távozók nyilvánvalóan, akik főiskolára, egyetemre mentek a csapatból, de jöttek újak is, elsősorban Tatabányáról jöttek új játékosok, de itt a környékbeli csapatokból is érdeklődnek, úgyhogy valószínű ott még azért nem végleges a keret. Az elmúlt bajnokságban nagyon jól teljesített a csapat, ezt a harmadik hely is bizonyította. Néhány jelenetet láthatnak a mérkőzésekből. Az idei bajnokság, ahogy a szakosztály vezető is említette, nagyon nehéz lesz az átszervezés miatt. Ezért is kellett a kicsit hosszabb pihenő, hogy újult erővel válkassanak neki az idénynek. Másfél hónap szünet, mondjuk azt, elég kipihenni edzőnek, játékosnak az előző idényt? Hát normál körülmények közt úgy gondolom, hogy elég lehetne, de nem úgy alakult ez a nyári szünet, ahogy terveztem, különböző okok miatt, úgyhogy hát majdnem azt mondom, hogy fáradtabban kezdem, mint ahogy befejeződött, de majd valahogy átvészeljük. Én bízom benne, hogy így a kezdet most pozitív energiákat fog adni nekem is, úgyhogy reménykedem benne, hogy felfelé szálló ágba leszek magam is. Ugye ez az első edzésetek, de hát a múltkor mondtad az évzáron, hogy ilyenkor mindig hamarabb kapnak feladat a játékosok, hogy ne nulláról kezdjétek. Gondolom a hét az erre megy, hogy felmérjétek, hogy hol állnak. Így van, tehát most is hasonlóan az előző évekhez, két héttel előtte kaptak a fiúk egy programot, amit én úgy látom, vagy úgy gondolom, hogy elvégeztek. Így első pillantásra, kinézetre nincs senkin súlyfelesleg, vagy hát látszik úgy, hogy dolgoztak, de nyilván ez majd az edzéseken fog kijönni, hogy ki és mennyit, de arra nem nagyon van idő, meg lehetőségünk sem, hogy plusz edzéseket végezzünk, így munkahelyi elfoglaltságok miatt elsősorban. Nyilván a fiatalok fognak többet edzeni, nekik van rá lehetőségük, de úgy, hogy egy jobb szintről tudjuk elkezdeni azért a munkát, ehhez mindenképpen szükséges volt ez az előfelkészülés. Eddig mindig szeptember közepe volt a kezdés, most mit tudtok a bajnokság kezdetéről? Most is így a szeptember hónap második hetében kezdődik a bajnokság. Ha jól emlékszem, akkor idegenbeli Pécs rangadóval, ami nem lesz könnyű, mint ahogy az egész bajnokság sem ígérkezik annak. Így az átszervezéssel, bajnoki kiírással, hasonlókkal, tehát mint jeleztem is a fiúknak, szeretném, hogyha az első pillanattól kezdve nagyon feszesen tudnánk dolgozni, és mindenki 100%-os koncentrációval végezne minden egyes gyakorlatot. Akkor ez a felkészülés durván 6 hetet jelent. Mikortól kezdtek esetleg edzőmeccseket játszani? Ez a hét az, mint ahogy említetted is, félig kondíció, de már labdás edzéseink is lesznek holnap után is. De jövő héten már edzőmérkőzés is fogunk játszani a hét második felébe, és akkor onnantól először egyet, aztán kettőt, egyet, tehát idegenben is, hazai pályán is így nem akartunk nagyon messzire utazni, Győr, Sziget-Szent Miklós, Vecsés, tehát egy ilyen egy órán belül elérhető csapatokkal, akik közé mindegyik jó színvonalú, jó mérkőzéseknek nézhetünk elébe, azt gondolom. Az elmúlt évek alapján számára úgy tűnik, hogy te az felkészülést azért a meccseken keresztül látod igazán. Igen, tehát úgy szoktam, vagy úgy nézem, hogy inkább az első
két-három mérkőzés, négy esetleg az inkább tényleg csak a gyakorlás része. Mindenki próbáljon összeszokni a másikkal, különböző csapatrészek, mind védekezés, mind támadás, mind taktika, és akkor az utolsó két mérkőzés szokott inkább már, ahol kifejezetten élesbe. Én vallom azt, hogy edzéseken is a játékszituációkból lehet talán a legtöbbet tanulni, de nyilván a mérkőzések azok ezt élesebben tudják ezt lemodellezni azért. Ugye az átigazolás mindig oda-vissza jelent játékos mozgást. Itt is, ahogy az előbb hallottam, durván annyian mentek, mint amennyien jöttek. Kimondottan posztokra sikerült igazolni, és azokat, akiket szerettetek volna? Hát igen, lehetőségeinkhez képest nyilván körülnéztünk, hogy a büdzsénkhez, meg a játékos piacon ki az, aki elérhető. Ez az egyik része, meg én nagyon fontosnak tartom, hogy emberileg is olyanok jöjjenek, akik tudnak tényleg csapatként vagy játszani, gondolkodni, csapatemberek. Én úgy gondolom, hogy bízom benne, hogy sikerült olyan játékosokat igazolnunk. Így utolsó pillanatban most sajnos munkahely miatt a Pordán Gábor még kiesett, tehát az egy balkezesünk kevesebb lesz, ott az hiány, nem tudom, hogy mennyire lehet ezt majd pótolni, de úgy gondolom, hogy a többiek így fejek közé ismerik egymást, nyilván érdeklődtünk mi is, ők is. Úgy gondolom, hogy dolgos, szorgalmas, motivált fiatal emberek mindegyikük. Igen, ahogy néztem, talán még fiatalodtunk is. Igen, tehát van olyan, aki tud még ifit is játszani, így az Igali Gergőre gondolok, de a többiek is még a 20-as évek elején járjuk, így a Zöldi Tomi, aki idősebb és tapasztaltabb a jobb átlövő pozícióba, ő már játszott azért Sziget-Szent Miklóson NB1B-be, NB2-be tavaly, tehát ő rutinosabb játékosnak számít, de a többiek ők fiatalabb korosztályt képviselik. A csapat a szeptemberi bajnoki rajt előtt több edzőmérkőzést játszik. A hazai meccsekről természetesen mi is beszámolunk, és bemutatjuk majd az új játékosokat is. A továbbiakban kezdődik a foci idény, ellátogattunk a TAC csapatához. A 2012-ben került új alapokra a labdarúgás Tatán, a Tatza megyei harmadosztályban indított csapatot. Gyorsan sikerült előrelépkedni, és hamarosan az első osztályban szerepeltek. Most a pályaviszonyok miatt az edzőtárban már játszottak, ám közben épült a Jávorka iskola mögötti pálya. Úgy tűnik, most újból szintet lépett az infrastruktúra, hiszen a korszerű öltöző mellett rövidesen megújult pályákon játszhatnak a csapatok. Az ehhez szükséges összegeket több forrásból teremtik elő. Erről is szólt a pályabejárás, ahol riportjaink készültek. A polgármester úr focitott hosszú évekig, de hát még most is ifjuk korába, vagy kevésbé idősebb korába focizik. Gondolom, ilyenkor, amikor egy labdarúgó pálya megújul, akkor mindig a szíve is örül. Igen, természetesen örülök, és igen, mi focizom is. Azt tudtuk már korábban is, hogy az új TAC pályának, új centerpályának a megépítésekor a vízelvezetés nem volt tökéletes, ezért az esőzések alkalmával rengetegszer okozott problémát az esővíz, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ez meg tud frissülni, illetve hát ezzel a drénrendszerrel remélhetőleg ezek az esős problémák, ugye itt a fűnek se mindig jó, ha túl sok víz van rajta, az se jó, ha túl kevés. Tehát ezzel a drénrendszerrel én azt gondolom, hogy optimizálni fogják tudni itt a karbantartók rólandék ezt a centerpályát, és a játékosokat ki fogja tudni szolgálni, úgyhogy legalább a pálya minősége, pálya talaja tökéletes lesz a foci meccsekhez. Ráadásul nem csak ez a centerpálya újul meg, hanem az edzőpálya is, és hát itt, ahogy Csákány József szakosztályvezető úr elmondta, itt a lelátó mögötti részen pedig egy műfüves pálya készül, így akkor ez egy tényleg egy centrum lehet.
Így van, ez volt a cél, amikor ide kihoztuk a meglévő, ugye az régi Inter, vagy az Interspár helyén volt ugye a tacpálya, tehát ez volt a cél, hogy egy komplex foci központot építsünk ide ki. Ugye ennek meg volt ugye a Jávorka pályája, amit most szintén felújítunk, és a komplett vízelvezető rendszert kap, valamint elég fog indulni itt jobb oldalt, a centerpályától jobbra egy nagyméretű műfűves pálya, amire be van adva a TAO pályázat, be van adva, hogy remélhetőleg a labdarúgó szövetség is nekünk fogja ítélni. Ennek a pályának az előkészítése, terepmunkája, talajmunkája, bocsánat, indul meg egy kis méretű focipálya is, a kisebbeknek is ad majd lehetőséget a focira. Tehát én azt gondolom, hogy így az edzőpályával, a centerpályával, illetve ezzel a két műfős pályával abszolút egy igazi futballközpont lesz itt a TAM. De hát ez nyilván nem olcsó mulatság, és az előbb említette a TAO-t, nyilván ez is nagy baj közre játszik, de hát ezen kívül még számtalan helyről érkezhet támogatás, akár anyagilag, akár munkában. Így van, komoly összegek, illetve önerők vannak ezek mögött. Természetesen a város is minden évben támogatja a TAC-ot, valamint ezeknek a pályának az önereibe is besegít. És igen, TAO felajánlások a helyi cégeknek is nagyon szépen köszönjük, akik a TAO-jukat ideadják a TAC-hoz. Azon belül is most ebbe a projektbe a labdarúgáshoz, de akár adják a kézlabdának, azt is nagyon szépen köszönjük. És vannak olyan vállalkozók, akik nem szeretnék, hogy említsük a nevüket, ők segítenek anyagilag ezekbe a projektekbe. Valaki olyan cég, aki nem anyagilag, ő pedig adja a földmunkát, illetve vagy a földet. Szóval így próbáljuk Csákány Józsékkal összerakni ezt a projektet. Akkor lehet azt mondani, hogy ez egy abszolút közösségi munka lesz. Így van, abszolút, tényleg közösségi munka, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, polgármester úrral a segítséget, és tényleg elmondhatom, hogy a nagy részét én koordináltam, és senkit se kellett noszogatni, és senkit se kellett kétszer segítséget kérni. Mindenki, minden cég abszolút jött és segített. Köszönjük szépen nekik. Amikor a bajnokság befejeződött és beszélgettünk az idényről, már akkor jelezted, hogy a nyáron nagy munkák lesznek itt a TASZ labdarúgó központban. Hát most már lehet nyomokat látni, de mik is ezek a munkák? Igen, végre valahára elindultak. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy azok a tervek, amiket a múlt évben, illetve a tavasszal megfogalmaztunk, azokat most egy fizikailag is érzékelhető. Elindult ugye a Jávorka edzőpályán, gyakorlatilag edzőpályánknak a teljes gyep felületének a felújítási munkálata, hiszen az komolyan meg volt igénynek volt kitéve az a terület, mert ugye minden csapatunk edzéseket ott tartottuk, illetve rengeteg sok bajnoki mérkőzést játszottunk azon a pályán ebbe a szezonba, úgyhogy ott elindult egy teljes gyepfelújítás, homokszórás, felülvetés, mélylazítás, illetve úgy döntöttünk, hogy az elmúlt időszaknak a nehézségei, a folyamatos locsolási problémáinkat megpróbáljuk megoldani azzal, hogy egy teljesen automata rendszert kiépítünk, oldalról próbáljuk locsolni a pályát majd, illetve automata kis kocsikkal ezt az egészet kezelni teljesen automata vezérléssel. Ezt ugye napokon belül befejezik, és akkor ez már gyakorlatilag olyan stádiumba kerül, hogy az augusztusi edzéseket, illetve az augusztusi mérkőzéseket már azon a pályán fogjuk tudni megrendezni. A centerpályánkon pedig ugye az évek óta problémát jelentő víz, a csapadékvíz az ugye a felületen megmaradt napokig, és nem tudtuk használni a pályát, itt pedig egy teljes dréncső rendszer kiépítése történik meg a csapadékvíz elvezetésére, illetve ez is, ez a pálya is megkapja ugyanazt a felújítási munkát, ami mély levegőszetés, homokszórás felületéssel egy nagyon-nagyon jó kis pálya lehet majd ez a következő szezonra. Ezt terveink szerint októbertől fogjuk tudni majd igénybe venni, illetve hát elindul ugye a tervezett nagyméretű műfűves pályánknak az előkészítő munkálatai gyakorlatilag, a 110x70-es pályaméretnek a kialakítása, és hát nagyon várunk arra, hogy az MLS majd, illetve olyan döntést kapunk, pozitív döntést kapunk, hogy ez a műfűves pálya akár még idén, de legkésőbb jövő tavasszal meg tudjon épülni. Ugye a két füves akkor ezek szerint őszre már rendben lesz. Ez a műfüves pálya nyilván azt a célt szolgálja majd, hogy az edzések egy része, főleg a téli időszakban megoldható legyen igazi nagy pályán.
Így van, ezeket szeretnénk, hogy, hogy a csapadékos esős időben kímélni az élőfüves pályáinkat, meg hát ugye azért egy NB-s bajnokságban szereplő idén már a három csapatunk is elindul az NB-s bajnokságban, 14-15, illetve a 16-os csapatunk. Nagyon sok helyen azt tapasztaltuk, hogy ezek a csapatok többségében műfüves pályán játszanak, és mi is ezt szeretnénk akkor majd, hogy esetleg ezek a csapatok jó körülmények között, ideális körülményeken, ideális pályán tudjanak majd szerepelni, úgyhogy ezt a célt fogja elsősorban szolgálni majd. Készül a pályára, készül a csapat is. A pihenő után vannak távozók, de érkeztek új játékosok is. A kezdésről, az új bajnokságról beszélgettünk Weber Roland edzővel. Bő egy héttel vagyunk a bajnokság rajtja előtt. Hogy telt eddig a felkészülés? Mondhatom, hogy mozgalmas volt. Elég sokat sikerült edzenünk. 4-5 edzés volt hetente, attól függ, hogy ugye be tudtuk emellé rakni edzőmérkőzést is, úgyhogy jó volt az edzés látogatottság, mondhatom, hogy meg vagyok elégedve eddig. Ez teljesen az alapozás klasszikus rendje szerint ment, vagy azért igyekeztetek minél több meccset is játszani? Hát ugye a nyári felkészülés, ugye az azért nem mondható túl hosszúnak, ugye 5 hetünk van rá ilyenkor. Ráadásul itt a pálya gondjaink is ugye egy kicsit felülírták az egészet. Az első héten igazából csak szinte a futással meg egy kis focikertes játékkal telt, aztán utána sikerült itt a Szomódi Egyesülettel egy megállapodást kötnünk, hogy tudjuk használni a pályájukat, azóta ugye már pályán is tudunk füvön, nagy kapura tudunk edzeni, azért az nem mindegy, illetve hát az edzőmeccsek is egy kicsit össze-vissza kuszába voltak edzőmeccsek, amiket lemondtak, akkor próbáltunk helyette keresni másikat, tehát nem teljesen úgy sikerült ez a felkészülés, ahogy az elejétől elterveztük, de azt gondolom elérte a célját az eddig eltöltött időm, mert erőbe azért sokat tudtunk dolgozni és felkészülni, illetve megpróbáltuk ugye az új játékosokat is minél jobban beépíteni a csapatba. Hát erre volt jó az edző, ez a pár edzőmérkőzés, amit játszottunk, hogy kerestem a helyüket, illetve a meglévő játékosokkal hogyan tudnánk a legjobb felállási formát megtalálni. Ugye az átigazolás során mindig kérdés, hogy az elmenők és a jövő játékosok aránya milyen, hogy sikerült az erősítés, ha erősítés? Nagyon nem szeretem az átigazolási szezont, ilyenkor mindig megbojdul az egész, és nem tudni, hogy fogjuk tudni folytatni, ki az esetleg, aki mondjuk elhagy minket, ugye ez mindig ez a fájobb része, és ki az, akit tudunk esetleg igazolni, hogy erősíteni szeretnénk. Hát 3 játékosunk távozott, Mezei Tóni visszament Dunalmásra, Minárcsik Dani almásvizitőre, és Szirinai Dimitriosz ment el, ugye ő pesti tanulmányai miatt ott folytatja tovább a labdarúgást, egy pesti csapatnál. 5 érkező játékosról számoltok be, illetve volt mellette 3 ifista játékos is, aki végig velük csinálta a felkészülést, azt gondolom ez is nagyon fontos volt a jövőben azért, hogy velük is tudjunk számolni. Az 5 játékos, én azt gondolom, hogy erősítésnek számít mindenféle. Egy Bogár Levente, aki NB3-ba játszott az elmúlt évadba, illetve Kiprik Dáni, aki Vérteszőlősről, tudjuk, hogy egy jó játékos mindenféleképpen. Jónási Rinaldo, aki Egerbe játszott, illetve ott pallérozódott az elmúlt években, szintén a tanulmányai miatt került ő oda. Koppánymonostorról érkezett hozzánk Mészáros Dominik, aki egy kisebb sérüléssel bajlódik, most az egyik bokaszallagja elszakadt, de nagyon szeretne minél gyorsabban itt lenni velünk, illetve Szűcs Péter érkezett hozzánk vissza, aki szintén azt gondolom, hogy egy olyan foltja, vagy ide foltja, mondhatnám a tatai labdarúgásnak, aki régóta itt van, ugye a saját nevelési játékos, és sikerült ide visszacsalogatni. Akkor lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen posztra sikerült a hiányzókat pótolni, és akkor még egy-két poszton erősödni is. Igen, igen, abszolút. Tehát ez az, amit most látok, hogy tényleg erősebbek leszünk, többen vagyunk, ami nekem ugye nehézség mindenféleképpen, hogy esetleg kikkelt kihagynom a keretből is, tehát ez egy nagyon nehéz dolog, tőlem nagyon távol áll. Nagyobb edzői gond. Igen, igen, igen. Az is rossz, amikor ugye kevesen vagyunk, de ez a hát jobbik rossz, talán így szokták mondani, úgyhogy megpróbálom megtalálni a helyüket, és a megfelelő edzésmunka mellett ki tudom választani a megfelelő keretet is. Ugye említetted a pályagondokat, hogy felújítás alatt van a saját pályátok, emiatt aztán egy kicsit felborul
bajnoki menetrend is, hiszen egyelőre úgy tűnik, hogy szeptember 12-ig csak idegenben jeztek. Igen, hát ez akár lehet jó oldala is. Az egy nagyon jó dolog, hogy végre a pályáink egy... Bízunk benne, hogy nagyon jó állapotba kerülnek, és utána talán nem lesz gondunk ugye a vízelvezetéssel, illetve a felülvetés miatt egy sokkal szebb és jobb minőségű pályát kapunk. Ugye az első 4 fordulót idegenbe kényszerülünk játszani, de a rájátszásos bajnokság, ugye megint 13 csapatos lett ez a bajnokság, és így mondhatnánk, hogy ősszel már szinte a télen az utolsó 3-4 fordulót pedig itthon fogjuk játszani. Meglátjuk, hogy ebből mennyire fogunk tudni jól kijönni. A bajnokságot avval a csapattal kezdjük, akivel tavaly befejeztük, ugye a Nagy Ingmánddal. Én úgy érzem, mi erősödtünk, majd kiderül, hogy ők is mennyire sikerült összeszedniük magukat. Én bízom benne, hogy győzelemmel fogunk tudni kezdeni. Néhány szó beszélgettünk már így bajnokság előtt, és bármikor kérdeztem, hogy a többiek hogy állnak, mindig azt mondtad, hogy te csak a saját csapatoddal foglalkozol. Mégis mit tudsz a többiekről? Igen, azért láttuk, meghalljuk, hogy kik esetleg hova sikerült, melyik csapat milyen irányba tudott igazolni, vagy veszítette a játékosokat. Azt látjuk, és azt halljuk, hogy nagyon sok volt a mozgás. Mint edzői poszton, mint játékos posztokon, így a megyébe. Hogy ez mennyire lesz csapatoknál erős, vagy... Ez azt gondolom, ez majd csak a bajnokság 5-6. Fordulójában derül ki, hogy ki mennyire tudott erősíteni. Ezt így nagyon nehéz megmondani előre. Talán a legnagyobb veszteség az oroszlánynak a visszalépése, akik egész a harmadosztályig léptek vissza? Igen, tudomásunk szerint ugye ők teljesen szétestek. Nagyon szomorú, én azt gondolom egy ilyen múltú klubnál, hogy ennyire vissza kell léptetni. Ugye Tatán is volt, amikor megszűnt a labdarúgás, és újra kezdtük, és újraépítettük, és újra feljöttünk erre a megye egyes szintre. Én azt kívánom nekik, hogy minél hamarabb sikerüljön nekik ide feljönni. Az ő kiválásukkal igazából megmaradt a másik 12 csapat, és ide még a Tát csapata érkezett hozzánk. Nem hiszem, hogy gyengébb lett ez a megye a Táti csapattal, ahogy hallottuk, ott is vannak jó kis játékosok, és egész simán nyerték, mondhatjuk így, a megye másodosztályt, úgyhogy fel kell, vagy figyelni kell rájuk. Kevés edzésről hiányzik Csákány József szakosztályvezető, aki figyel a csapatra. Amikor a játékosok pihennek, a vezetőknek akkor sincs szünet, hiszen az átigazolási időszak nagyon fontos a csapat életében. Arról már beszélgettünk egy korábbi interjúban, hogy a pálya elkészül, de hát készül a csapat is. Igaz, hogy most edzések mondjuk úgy idegenben, mint hogy az első meccsek is idegenbe kerülnek sorra. Hogy néz ki a csapat, te hogy látod? Ahogy a pálya, úgy készülünk mi is. Nyilván szépen lassan és alaposan megpróbáljuk megoldani akkor a pályakérdés is, ahogy a csapatot is szépen elkezdtük építeni. Az új igazolásainkban van bizodalmunk is, ugye nagyon sokan ugye visszatérnek a csapathoz, illetve olyan erősítést is tervezünk, aki tényleg meghatározó tud lenni a játékunknak. És nagyon szeretnénk azt a fajta játék mentalitást, meg stílust, meg azt a fejlődési görbét tovább folytatni, amit az elmúlt szezonban tavasszal láthattak mondjuk tőlünk az ellenfelek, illetve a nézőink, illetve a rájátszásban produkálta a csapat, mert azt gondolom arra lehet építeni, lehet alapozni, és ebből fogunk tudni bizonyalom szerint tovább haladni. Azért szakosztályvezetőként jó érzés lehet, hogy régi új játékosok közül egyre több van. Igen, de ez mindig is, ugye ezt mondtuk is, hogy az egyesülethez vagy a városhoz köthető labdarúgókkal szeretnénk a csapatot építeni, fiatalokra elsősorban. Itt most van egy kakukktojás a történetben, mert azért a Kiprik Dani ő nem a városhoz, vagy nem a TACHoz köthető, de nyilván Tatabányához igen, csak ugye a bányát akkor le kell róla venni a végéről. De az ő személyében egy olyan, azt gondolom, megyei szinten is profi szemléletű és jó mentalitású, egy igazi harc, személy tudtunk igazolni, aki nagy segítségére lesz a csapatépítésben a Rolandnak, illetve hát azt gondolom, hogy a fiataloknak egy példakép lehet, hiszen valamit azért már letett az asztalra. Az ő személy egy picit kakukktojás, de az ilyen is kell, azt gondolom, hogy előre tudjunk lépni. És igen, örülök annak, hogy azok a fiatalok, akik egyszer itt voltak nálunk, és azért már ismerjük őket, meg ők is ismernek, mert visszatérnek. Egy picit jó visszacsatolás, úgy jó érzés, hogy azért a kis kitérő mellett azért mégiscsak a mi csapatunkba képzelik. El. Nagyon bízom benne, hogy ők tudnak lendíteni ezen a fiatalos, harcos, jó közösségem. Nem tudom, hogy könnyű vagy nehéz feladat hárul a csapatra és szakosztályra itt az első
fél hónapban, hiszen gyakorlatilag szeptember közepéig idegenben játszik a csapat, így a szurkolóknak menni kell a hazai meccsen is. Igen, valamit valamiért. Tehát itt szeretném azért megköszönni a Szomódnak, hogy lehetőséget biztosított számunkra, hogy a csapatunk itt készülhessen a bajnokságra. Amúgy is egy nagyon jó kapcsolatunk van a szomódi vezetőkkel, és ugye egy kölcsönös megállapodás van is, a tűtánpótlás szinten is azért mi egy testvércsapat vagyunk gyakorlatilag, egy fiók csapatként dolgozunk együtt a Szomóddal. Csoda, amit ők itt egyébként véghez vinnek, úgyhogy köszönöm nekik is ezt a segítséget. Igen, de azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a pálya nem kerül olyan állapotba, hogy örömmel és jó minőségbe tudjuk használni, addig megpróbáljuk akkor ezt a verziót, hogy néhány mérkőzésünket ugye idegenbe játszunk. Ez jelen pillanatban ugye kettő mérkőzés pályaválasztói jogcserével történik a felnőtt csapatnál, néhány ugye az utánpótlásba is, de a Jávorka pálya, ugye az edzőpályánk, az nagyon bízom benne, hogy szeptember elejére már használható állapotba kerül, a center pálya pedig októbertől a kivitelező ígérete szerint egy nagyon jó minőségű és top pályát kaphatunk, amire nagyon vágytunk már. Azt gondolom az elmúlt években megérdemelni a város és a csapat is, hogy tényleg egy jó minőségű pálya legyen. Ahogy hallhatták, volt változás a keretben. Néhány meghatározó játékos távozott, de vannak érkezők is. Hatan jöttek, de az ifiből kéregedett fiatalok közül többen is edzenek a csapattal. Régi új fiúkon érkezett Bogár Levente, aki az elmúlt idényben az NB3-ban játszott. Mennyire nehéz, hogy annyira könnyű egy új játékosnak egy új csapathoz kerülni? Hát igazából nekem nem is olyan új ez a csapat, hiszen 3 éve már töltöttem itt 1 évet Tatán, úgyhogy azóta nem olyan nagyot változott a keret, úgyhogy számomra nem annyira ismeretlen ez a környezet most. Mit jelentett, amikor megkeresett a Tata, hogy szeretné, hogyha itt játszanál, vagy hogy történt a dolog? Igazából pont az utolsó mérkőzésemre készültem az előző csapatomnál, viszont örültem a lehetőségnek, hiszen új csapatot kerestem, úgyhogy mindenképp jó volt nekem ez az új lehetőség. Nyilván beszéltetek már róla, milyen poszton számít rád az edző? Több poszton is játszottam most a felkészülés során, de szerintem a szélén fogok játszani támadásban. És melyik a kedvenc területed? Az egyébként a bal oldalon a széle, de hogyha lesz rá lehetőség, akkor középen is szerintem számít rám a mester. Ugye játszottatok már néhány edzőmeccset, milyen érzéseid vannak a csapatban? Most a szerdán játszottuk a 3. edzőmeccsünket, már összébb állt a csapat az előtte 2 héttel levő mérkőzéshez képest, úgyhogy bizakodva várjuk a hétvégi kupameccset és a bajnokságot is. Nyilván volt szó róla, hogy mi a célkitűzés, mit várnak tőletek? Idén mindenképp az a cél, hogy feljebb lépjen a csapat a tavalyhoz képest, és mindenképp a felső házba kerülés a cél. Ez az ugye az első 5-6 helyezett a bajnokságba, úgyhogy mindenképpen az lenne a cél, hogy bekerüljünk oda. Említetted, hogy voltál itt 3 év, azóta azért sokat változott a csapat, azért voltak ismerősök? Igen, ahogy mondtam, többen itt maradtak, ugye nagy részét ismerem a csapatnak, meg mivel tatabányai vagyok, azért képbe voltam így a játékosokkal, úgyhogy nem nagyon új a környezet számomra. Több edzőmeccsen is túl van már a csapat, vasárnap pedig már tétmeccset is játszott, Bakony Sárkányon az új fiú Kalockai góljával 1-0-ra győzött, vasárnap pedig jöhet az első bajnoki Nagy Igmándon. Előzetes következő műsorunkból. Munkában az utánpótlás labdarúgó. Puskás, Suzuki kupa volt, felcsúton.